Új helyet kapott Péterfi László életfát és csodaszarvast ábrázoló szobra. 1980-ban az önkormányzat épülete előtt állították fel, majd 1989-ben tovább szállították az MMIK mellé. A míves andezit obeliszk innen került a vadászkamara udvarába. Az Életfa című alkotása tervek szerint most a végső helyére került, hangzott el az ünnepséggel egybekötött sajtótájékoztatón. Noha forgalmas helyen volt, kevesen ismerik a több mint 8 tonnás sziklába vésett mintákat. Péterfi László, amikor ezt készítette, akkor Makovec Imre építész úr inspirálására véste föl erre a több mint 8 tonnás kőre egy életfát. Az életfán belül találhatunk egy csodaszarvast, a csodaszarvasnak a két agganyszára között egy napkorongot, egy számomra egy hópárduc féle, úgymond macska féle is van rajta, ez talán valahol a Turul nemzetséget, talán az Árpádházi nemzetségi királyoknak a nemzetségét ábrázolja. A vadászati iskolában, más néven a Bűrűbe érkező csoportok oktatásában fontos szerepet szánnak a szobornak. Óvodás csoportok jöttek ilyen másfél órás előadás sorozatra, és akkor nekem az előadást úgy kezdtem, hogy ide az udvaron körbeállítottam a gyerekeket, és megkérdeztem, hogy ezen a szobron mit látnak. És aki eltalálta, azt megdicsértük, illetve mondtuk, hogy ezt jó jegyezzék meg, mert erre még erre a dolgokra, hogy mik vannak ezen a vésetek, milyen vésetek vannak a szobron, ez fontos lesz. És hát az előadás végén, illetve a foglalkozás végén, amelyik gyerek még emlékezett rá, az kapott egy kis ajándékot tőlünk. A Nimródok a városvezetés hozzájárulásával fogadták örökbe a művet. Noha az önkormányzat tulajdonában marad, a szervezet vállalta a felújítást. Biztosítják továbbá, hogy ezután akár egy közterületen bárki számára megtekinthető lesz.